Minden évben november elején emlékezünk meg a halottakról a katolikus egyház tanítása szerint. Manapság egy koszorúval, virággal és gyertyákkal látogatják meg a sírokat a hozzátartozók. Régen azonban ez is másképp volt. A Székelynek születtem. A Székelyek voltak a szüleim. Kint születtem Andrásfalván. Igen, és 3 éves voltam, amikor az édesanyám meg is halt. Úgyhogy árva voltam, mind a falevél vitt a szél. És akkor 41 tavaszán telepítettek haza Magyarországra. Arra nagyon emlékszek, már vonatba, hogy jöttünk. Az olyan nagy öröm volt, hogy hazajövünk Magyarországra, mert én már akkor kellett volna menjek iskolába, nem ismertem volna, csak román iskolába. És akkor így Bácskába kezdtem az első osztályt, és a 3-at, és akkor onnan el kellett meneküljünk. Az egy borzasztó dolog volt. A halottak napján, emlékszek jól, Nannyóval, hát a nagymama, úgy mondtuk Nannyó neki, templomnál gyülekeztek, már akkor kimentünk a temetőbe, akkor mindig mentem a mamámmal, mondom így, nem mondom, hogy Nannyó. És akkor ott a templomhoz odaértünk, akkor olyan volt, szokás volt, hogy egy kis vékony gyertyákot vettek, és azt osztogatták a gyerekeknek, hogy azt gyújtsák meg a temetőbe, és imádkozzanak a halottakért. És akkor én is kaptam, de jó sokat, mert egy jó marékkal volt, alig tudtam összeszorítani. És akkor, mikor kiértünk, akkor vége volt a litániának, és akkor utána mentünk a halottainkhoz, a sírhoz. Akkor én is mentem, és akkor oda mamámmal odaraktuk a gyertyákat édesanyám sírjára. Meggyújtottuk, imádkoztunk. Ott, mikor hangosan, nagyon sokat imádkoztunk a halottakért, hogy a lelkiket mentse meg a Jóistenhez, jussanak fel a mennyországba. Így imádkoztunk. És ez volt, amit a temetőbe tétettünk halottak napján. De volt olyan is, hogy jöttünk hazafele a temetőből, és akkor voltak olyanok, akik jó kalácsot meg kenyeret sütöttek a kemencébe, és azt nagyon szépen felszeletelték, beletették egy ilyen fa, teknyők voltak, mert az volt a legtöbb, a kisebbe, és akkor ezt úgy osztogatták a gyerekeknek, felnőtteknek, még ha úgy volt, akkor volt, akit meg is kínáltak pálinkával. A halottakért tettek sokat, mint hogy a halottakért. A lelki üdvéért, hogy a mennyországba jussanak. Az asszony elmondja, sok gyerek halt meg még abban az időben. Úgy emlékszem, mert nekem is halt meg kis testvérem, több is. A nevelőanyámnak is, meg édes testvérem is. Akkor úgy előkészítették a picike kis koporsot, és akkor volt ilyen ravatalozó, vagy nem tudom, hogy kell, hogy is mondták annak, szemüájlovának. Olyan szép kis izék voltak, úgy mondtuk, hogy bugyogót csinálva, nálatok is biztos, nem? Olyan szép kendőkből, hogy a kisgyerek volt oda betéve, és úgy válikon vitték ki a temetőbe a picikéket, így volt a temetése. Hát elsiratták, siratta az édesanyja, mert neki fájt nagyon, de ilyen volt az élet, nagyon sok kisgyerek meghalt. A temetés után tortültek a rokonok és a barátok. Volt, mindig hívtak valakit, aki, mert nem mert mindenki ugye halottal várni, de volt olyan ember, aki gyorsan azt mondták, hogy felfereztik. Így mondom, így szokták mondani. És akkor megfüröztette, hogy vízes ruhával átterülgette, meg minden, és akkor felöltöztették, a legszebb ruhát adták rá. És akkor úgy helyezték koporsóba, és akkor úgy nyitva hagyták. Akkor úgy volt, hogy 2 nap azt hiszem, és 1 éjszaka, vagy 2 éjszaka, 2 nap a vírasztás. Akkor mindig ott volt valaki, mindig ott volt a halott mellett, így beszélgettek, ahogy mi most beszélgetünk, és imádkoztak. Akkor is, meg akkor volt, hogy akinek volt, akkor megkínálta valami innivalóval. Így telt, így emlékszek én a dolgokra. És akkor utána ugye betették a koporsóba, és a válikon vitték a legtöbbet, a fiatalt főleg. Az idősebbet, ha így olyan már később volt, hideg volt, akkor lóas kocsiba, és akkor úgy vitték ki a temetőbe. Ezekből a hagyományokból talán még a halotti tort tartják az emberek. Az imádság az ugye, az fennmaradt bennünk, sokat imádkoztunk. Hazamentünk a temetőből, mi megmaradt gyertya, volt egy olyan kisebb asztalunk, azt soha nem felejtem el. Körültérdeltük, és imádkoztuk még a gyertyaiget, hogy mennyi mindent összeimádkoztunk.
mindig emlegették, hogy kisebb voltam, apámnak ott egy húga, azzal aludtam, és akkor ketten is sokat imádkoztunk, hát 9 évvel idősebb volt. Imádkoztunk, és akkor utána mindig el kellett mondani, hogy nagyapóért, nagynyóért, Andris báért, Fábián báért, a sorba az egészet mondani. És akkor nevették, hogy én megsokaltam, és mondtam, még hányan vannak hátra. Hadikfalván születtem, és 6 éves voltam, amikor kijöttünk Bácskába. Itt kezdtem iskolába járni, Bácskába már. És onnantól aztán nagyon futott az idő. Illés Gáspárné családja Kétyen telepedett le. Elmondta, ő nem nagyon emlékszik a halottak napi hagyományokra. Halottak napjára arra nem emlékszem, csak arra emlékszem, hogy édesanyám sütött ilyen kis cipókot, és tarisnyába tettet, és abba anyám belé rakta, és elküldött, hogy most ide menjetek, most oda menjél, és oszd el ezt a gyermekek között, vagy a szomszédok között. De ilyenek voltak, hogy arra emlékszem, hogy el voltam küldve, hogy vigyem el a kis cipókat, az esti imádságokat, amit mentünk virasztani. És még mind gyerekek, még minket is édesanyám elvitt, mert nem volt, akire hagyjon. És akkor addig imádkoztunk, annyi mi atyánkot, így a halottakért. És másra én sem emlékszem, csak erre. És akkor így ment a temetés. Még Kétyen is volt egy ilyen szokás, hogy amikor vitték ki a temetőbe a halottat, akkor csináltak ilyen, a fiatalok felálltak sorba, hogyha ha fiatal volt, ha idős volt, akkor nem kellett olyan csináljanak, és akkor kendőből ilyen ruháspálcát csináltak, és akkor úgy mind a két oldalon, ezen az oldalon is, 4 ott is, és akkor úgy kísérték ki a halottat a temetőbe. Díszes volt, ugye, szép kendők voltak felkötve arra pálcára, is úgy mentek ki a temetőbe, úgy kísérték ki. Több babona is kapcsolódik a halál témájához. Az, hogyha egy házhoz oda költözött, ritkán mentek házhoz, akkor ott úgy kavikult, olyan furcsán jelzett az, hogy tovább jelzett, akkor a szomszédok meghallották, hogy valami, és akkor mindjárt mondták, hogy valaki meg fog halni. És valóban, hogy azért, vagy miért, hát valaki meghalt. És ez megmaradt így az emberekben. És az, hogy a kutya is. De ezt édesapám is szokta mondani, hogy mikor az anyám meghalt, a nevelanyám, hogy a kutya, már régen meg volt kötve, láncra volt kötve, egész éjjel olyan csúnyán vonyított, meg bankolt, meg minden, és másnap reggelre hozták a hírt a kórházból, hogy meghalt. Azt mondta, hogy ő megérezte, mert a kutya nagyon csúnyán bankolt. Fejt még feltartotta, és úgy vonyított, hogy mit. Ja, hát, hogy ha álmában az ember az álmokról is, ha egy fa, élő fa kidől, akkor az biztos, hogy meghal valaki a családból. A halottal álmodni viszont azt jelenti, hogy eső lesz. Ez nekem bejött, az biztos. Hogyha halottal álmodok, és akkor az biztos, hogy eső lesz. Ilyen szent képek ugye falon voltak, és én soha nem felejtem el, még otthon voltam, és egy ilyen szép nagy szent kép volt, és leesett. És azelőtt hallottam mamámtól, nagynyótól, hogy valaki meghal, mert neki is esett. És én akkor úgy elkiáltottam magam, hogy most valaki meghal, és egy unokatestvérünk fiatal ember halt meg másnap. Leesett a szent kép. Igen, igen. Halottaságyot csináltak. Nyújtópadot. És akkor oda, úgy, mint itt az, micsoda, vetett ágyba volt, akkor ott is felöltöztették azt az ágyot, párnákot raktak oda, mindenféle, és az volt a nyújtópad. És akkor oda tették fel a halottat, arra emlékszem én, jól emlékszem, na még édesanyám is, apám is úgy volt elnyújtva abban a legelső szobában, a nagyházban. Szomszédok szépen odajöttek, megmosdatták, úgy, ahogy Zsuzsika mondta, felöltöztették, és akkor készen addig megcsinálták ezt a nyújtópadot, és akkor oda tették fel a halottat. Hát kit, amennyit lehetett,
tartani, már nem sokáig tudták tartani a halottakot. Csak arra emlékszem, hogy az ilyen szép lepedőket, szőtteseket oda felterítették oldalt, mind a két oldalt. Kibontottuk a hajunkat, meg ugye meg volt fonva a hajunk, és kibontottuk, és akkor úgy bontott hajval ott voltunk abban a szobában, ahol a halott volt. A felnőttek imádkoztak, és mi is ott voltunk. A fájdalmas énekeket azért állítólag szüntették meg, mert nagyon fájos, most úgy szent éneket énekelnek a temetésre. Igen, hát most már más. Most már más, igen.